Igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom nyilvánosságra hozott egy programot, amelyről megtudjuk, hogy vajon választási program ez. Úgy szól, hogy mi szocializmust akarunk, jól lehet a kapitalizmusra építő pártok szerint ez szitokszó. A telefonalban Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás mozgalom elnöke. Kezicsoklom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez választási programnak fogható fel ez az irat? Igen, fogjuk fel választási programnak, hiszen pártunk alakulása óta a szociális válság felszámolásáról beszélünk, ugye ez a pártunk célja. Most az történt, hogy gyakorlatilag adtunk egy nevet a gyereknek, és akár választási programnak is hívhatjuk, mert ugye a szocializmus a társadalmi javak igazságos elosztása, és azt látjuk, hogy már ma a tőke megzabolázásával és az állam mohóságának visszafogásával akár 200 000 forint nettó minimálbér lehetne, 100 000 forintos szociális minimum jövedelem, és megháromszorozhatnánk a családi pótlékot, ami azt jelenti, hogy 37 500 forint lehetne, és ugyanennyi korpótlékot adhatnánk a nyugdíjasoknak is. Bocsássa meg, menjünk egy kicsit vissza az alapokhoz, mert azért ezt nem árt értelmezni, hogy szociális intézkedésekről van szó, vagy szocializmusról, mert önök szocializmusról beszélnek. Hát ugye a akkor az hogy néz ki? Magántulajdonon alapuló társadalom, az ugye a kapitalista társadalom, úgy tudjuk, a szocialista társadalom pedig az eddigi tapasztalatok szerint ugye az állami tulajdon dominanciája érvényesül. Most akkor ez társadalmi berendezkedés, vagy inkább szociális politika? Hát ez egy társadalmi berendezkedés hosszú távon nyilvánvalóan. Ugye a szocializmusnak van rövidtávú, középtávú és hosszú távú eredményei lehetnek. Ugye az első lépésben, amikor az emberek, a dolgozók fölzárkóztatása történik, ez az előbbi sarokszámainkkal ugye már egy nagy lépés lenne, amiket az előbb említettem. Ugye itt az otthonfenntartásról, a gyermeknevelésről, és azzal arról beszélünk, hogy az életvitellel kapcsolatos költségek ne luxus kategóriában sorolódjanak. A világos távon ugye nyilván már megindulhat egy gazdasági és társadalmi átalakulás is, és itt a gazdaságban, ahogy ezt kérdezte is, teret nyerhet a magángazdasággal szemben a közösségi tulajdon. Ugye itt esélyt kaphatnak szövetkezetek, kisvállalkozások, amik most azért igen a háttérben vannak szorítva és el vannak nyomva. És akkor nyilvánvalóan... Ezt miből gondolja? Bocsásson meg, jól hangzik, amit mond, de hát mi az, hogy el van nyomva egy szövetkezet? Hát az szövetkezik, aki akar tulajdonképpen. Nem nagyon van most szövetkezeti forma. Ezeket szerintünk be kellene hozni a magyar gazdaságba. Szerintünk a szocializmus fő lényege a társadalmi javak igazságos elosztása, és ezért teszünk mi meg mindent. Azt látjuk, hogy ez a kapitalista rendszer, már egyszerűen az nem csak Magyarországot, az egész bolygót teszi tönkre. Tehát egyszerűen visszautasítjuk azt, hogy a szocializmus alapgondolataiból fakadó népjóléti vívmányokat bárki is ilyen bukott rendszerekhez és torz diktatúrákhoz méregesse. Mert a szocializmus az egy társadalmi berendezkedés, aminek az a célja, hogy a társadalmi javak igazságosan legyenek elosztva. Na jó, hát volt ebben tapasztalat, de most ne is erről beszéljünk, hanem... Igen, több országban volt ebben tapasztalat, hol jó, hol rosszabb, és minden kísérletnek voltak pozitívumai és negatívumai, de ennek alapján nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy egy-egy próbálkozással együtt a szocializmus is megbukott, illetve ugye most manapság már egyre több mai kori filozófus mondja ezt, hogy szocializmus kell, és az lesz a megoldás a szociális válságokra, a morális és környezeti válságokra is. Nézzük meg azt, hogy önök most hogy állnak tulajdonképpen a politikai palettán, mert itt most már választási együttműködés formálódik, gyakorlatilag kialakult egy nemzetközi párt Gyurcsány Ferenc vezetésével, mindenki a zászlaja alá ment. Önök hogy állnak ebben a jelenlegi, hogy mondjuk, politikai erőtérben, belpolitikai erőtérben, ha a választásokra tekintenek? Hát ugye, ahogy a tegnapi sajtótájékoztatón is elmondtam, most már három
közvéleménykutatás számai is azt mutatják, hogy 1-2% közötti hányada számol velünk a választópolgároknak. Ez vidéken egy kicsit akár erősebb is lehet. Nézze, én a tavalyi év folyamán folyamatosan, mint ennek a pártnak az elnöke, kerestem a lehetőségeket, illetve a kapcsolatokat, leveleket írtam ennek a 6 ellenzéki párt vezetőjének. Többször kerestem őket, nem kaptunk erre választ. Mi együttműködünk szívesen bárkivel, aki a mi programunkat tudja támogatni. Mi az emberekért dolgozunk, ezért azért a 4,5 millió dolgozóért legfőképpen, akik leginkább el vannak nyomva ebben az országban, és azért élnek, hogy dolgozzanak, és nem azért dolgoznak, hogy éljenek. Köszönöm szépen Huszti Andreát, az Igen Szolidaritás mozgalom elnökét hallották.